Rövid kitérő után december 18-án ismét Kecskeméter rendezik meg a Cyclocross Magyar Kupa utolsó fordulóját. 2013 óta mindössze egyszer hagyta el a Benkó Zoltán szabadidőpark területét a szervező. Hogy mi is az a Cyclocross és miért egyre népszerűbb, arról Sáfár Tamással az MKB Bank Cycling Team csapatigazgatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Köszönöm a meghívást! Kezdjük azzal, hogy mutassa be nekünk a cyclocross-t, miről a, is szól ez a sport. Ugye a kerékpársport sport általában nem arra gondolnak a, a, az által, át, általános felhasználók, hogy ez téli sport, de ez egy téli sport, tehát teljesen célzottan és tudatosan ezt télen rendezzük. Csak ugyan 2013-ban rendeztünk először kecskeméten, de lassan 10 évvel, és azóta nagyon sok minden változott. Uh, ugye éppen az elmúlt időszakban, ha valaki bekapcsol az Eurosportot, és éppen nem foci meccs van, akkor könnyen lehet, hogy élőben szárkükosz versenyeket lát. Arról lehet felismerni, hogy a srácok és a hölgyek sokszor ilyen hát kicsit embertelen körülménynek tűnő pályán haladnak, hol sárban, hol hóban, és nagyon-nagyon komoly biztatással tolják, vagy éppen hajtják a bicikliket. Tehát elég összetett sportág, de, de, ahogy mondtam, ugye most is december van, decemberben a negyedik fordulót rendezik a Magyar Kupasorozat, és ezt éppen Kecskemét kapta meg ezt a lehetőséget. A szabadidőpark mely területén szervezik meg ezt a versenyt? A, az egykori tóhotel környezetében, a rajcélet terület is a, a parkolója, a tóhotel parkolója mellett lesz. Nagyon-nagyon jó szakmai szemmelés ez a környezet, ugyan kecskemét nyilván nem tud produkálni hosszabb meredek emelkedőket, de homokot, jócskán, aszfaltot, hűvet és erdei mint belejtettünk a, a remélem, hogy a technikás kerékpárosok nagy örömére és a nézők örömére. Egy kicsit meséljen nekünk arról, hogy hogyan építik fel a pályát, mikor kezdődnek az előkészületek, egyáltalán milyen hosszú ez a táv, milyen kihívások várnak majd a versenyzőkre. Hát ez korosztálytól függő, hogy milyen hosszú a, a, a pálya, illetve a pálya hossza az helyek közel adott, hogy hány percig kell rajta e, kerékpározni, versenyezni, ugratni, adott esetben esetleg felállni a homokból tehát egészen piciktől a 9 éves korosztályoktól lesznek futamok, reggel vasárnap fél kilenckor már elindulnak a bemelegítés, és 9 körül már az első futam elmegy, és egész kora délutánig 3 óra, hár, fél négy fele végződnek a, 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 maszterek, illetve a hobbista futamokkal, és szépen, szépen úgymond korosztályokon átívelő rajtok, rajtok lesznek, nagyon-nagyon látványos Versenyt várunk, ugye, mint mondtam, utolsó forduló, tehát még nem dőlt el sok korosztályban a, a, a kupagyőztes kilétésről, ez nyilván most el is fog dőlni, és a kupa, a kupa átadás is itt lesz, majd a Magyar Képes Szövetség főtitkára fogja átadni ezeket a kupákat. Tehát az egész országból várnak ide versenyt? Igen, 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 az egész országból, tehát nem, nem csak helyi kerékpárosok lesznek, nagyon remélem, hogy ők is lesznek jócskán, melyik korosztályban, illetve hobbi korosztály, rajta ki tudják magukat próbálni a, a mindennapi vagy az átlagos kerékpárosok. E, és hát nagyon sok, tehát de Debrecen, Budapest, Szexát, Pécs, Győr, Zalaegerszeg sorolhatnám, tehát tényleg az egész országot átívelő eseményről van szó. A helyiek között is lesznek esélyesek? Vagy vannak esélyesek? É, igen, tehát indulunk az MKB Bank Szákritin fiatal sportolói, és indulni fognak hárman vagy négyen. Pillanatnyilag nálunk ez, akkor ez a versenykiegészítő szakág, úgymond. Én titkon bízok a dobogóban, de nem fogunk bőgítsen, hogyha a hatodik hely össze. A junior korosztályban fiatalok lesznek többen is a saját között. között. Lassan tizedik éve szervezik meg ezt a versenyt, hogyan lehet mindig újítani? Hát euh, évente egyet szoktunk, nagyon elfáradunk, visszatérve egy korábbi kérdésére, tehát hogy mi építjük a pályát, itt alapvetően kubikus munkára kell gondolni, szalagozás, cölöpözés, kórdonzás, kijelölés, és, és jól el szoktunk fáradni, nyilván szeretetből csináljuk, meg lehetőséget akarunk biztosítani a fiatal kerékpárosoknak, minél többnek. Alapvetően a sportág önmagában újul meg, hisz egyre lentebb nyúlik a korosztályikat tekintve, tehát korábban még nem nagyon tudtunk arra beszélni, hogy U13-as vagy U9-es kerékpárosok is elindulnak, pláne télen, bármilyen idő, időben. Tehát a, korosztályok újulnak, és a fiatalok meg, ahogy úgymond idősödnek, de mégis nem fiatalok jönnek fel, és egyre szebb és szebb eredményeket érnek el Magyarországon, és most már egyre többen külföldi eh, csapatokban is szerepelnek, és nagyon-nagyon jól -nagyon szerepelnek. Tehát világszínvonal, hogy a Vaskata Blanka nevét mondjuk megemlítem, aki, aki tényleg világklasszis lett, így 20 éves kora Körül már. Mi az oka annak, hogy egyre többen érdeklődnek a kerékpározás iránt? Hát ennek rengeteg összetevője van, praktikus is, meg, meg, meg egészségmegőző, de tényleg szabad szeme, jól láthatóan itt Kecskemét, környékén is egyre többen bringáznak, és nem csak csak persze idézően mondva közlekednek A-ból B-be, hanem sport vagy rekreációs jelleggel felpattannak. És azt is tapasztaljuk, hiszen regenes eseményeket is ilyen közösségépítő építő is rendszeresen szervezek, azt is tapasztalom, hogy ez a téli időszak sem zárja most már ki azt, hogy egy, egy, ö, egy apuka, anyuka, egy, egy kis fiatal kisrác vagy kis hölgy fölül jön a bicikliér, és eljön egy 10-20 kilométert vagy 30-et tekerni velünk. Ez egy téli verseny lesz, nézői szemmel, milyen hangulatra, mire lehet számítani? Hát nagyon-nagyon hangulatos, kicsit ilyen bulis hangulatom, persze nyilván annak, aki elsősorban nézi belőle, azért sokkal keményebb. És tehát várhatóan, most pillanatnyilag úgy emlékszem, délután néztem, 170 induló vagy nevező volt már, ez ilyen 200 köré szokott dagadni, általában kecskeméten, mert főleg azért nagyon jó a fekvés a városnak, és könnyen eljutnak ide, akik messze laknak. Illetve hát nagyon sok néző, tehát több száz néző jön ki, eleve nagyon sok kísérő van, vagy a képen nem verseny az, az ugye drukkol, és arra biztatom a a környékbeléket, a lakosságot hogy jöjjenek ki, ingyenes a, a, a belépés, és, és szerintem egy nagyon szimulás és nagyon jó versenyt fognak látni. Ha már kint vannak, mire kell figyelni? Van valamilyen figyelmeztetés a verseny közben, hogy mire kell a esetleg... Hát a pályára ne, ne, ne lépjenek be, ez nagyon fontos, ez ki van jelölve, ez ugye szalagozva, a kódolva van. A, hát a terület körül biztos nagyon sok mindent lehet majd látni, ott azért némi vendéglátás is lesz, kis pecsenyesítő, kis kávé, esetleg egy idősebbnek egy kicsit forra, forradbor, várhatóan egy nulla fok körül lesz a, a, az idő, és hát hogyha kicsit föntebb sétálnak a, a, szünetekben a, versenyző, a, a, a nézők, akkor a Tóhotel mögötti területre szinte az egész pályát be fogják tudni látni, de a lesétálnak a a plázsra, a homokos pátra, ami ugye most egészen mást funkcióval bír, ott is nagyon látványos kanyarokat és, és, és futásokat fognak látni. Meddig lehet még nevezni? Még csütörtökön is lehet nevezni, a hobbistákat és a nagyon fiatalokat még helyszínen is tudjuk fogadni, de alapvetően online nevezés van, és, és hát holnap már kalapácsolunk. Ha ennek a magyar kupának vége, hogyan folytatódik majd, illetve hogyan kezdődik az új év majd uh -huh. a bicikliseknek? Hát igazából a a szezon az országos bajnoksággal záró lesz, hagyományosan Európa szerte január első vagy második hétvégéje, és utána mennek el a srácok egy, egy nagyobb levegőt venni. A, azok a bringások, akik az országúti szezon leálltával, ami október, Körülött október elején közepén szokott lenni, akkor nem rakták le a biciklit, hanem rögtön átültek a szelkükrosz biciklire, és azóta megállás nélkül edzenek. Ők, ők pihennek, azt gondolom, hogy legalább két hetet. Csak egy érdekességképp mondom, hogy azok, azok, a junior fiatalok kb. 20 000 km kilométert bicikliztek már az idén. Ez regisztrálva van, tehát ez, ez sokszor az autóban is sok, és ez ugye még mindig csak a mennyiségi munka és a minőségről nem beszéltünk. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy felhívta a figyelmünket erre a versenyre. Aki tehát még szeretne, az nevezhet is, illetve várják a nézőket Igen, is erre. Igen, szeretettel várjuk és köszönöm szépen a Köszönöm.